A mostani videóban a jódról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoár. A jódról a legtöbb embernek a pajzsmirigy jut az eszébe, de a jódot sokkal több mindenre használja a testünk. Az, hogy mennyi jódra van szükségünk, egy eléggé vitatott dolog, ugyanis Európában az egészségügyi hatóságok által javasolt napi jódmennyiség az 150 mikrogram, tehát nem milligram. Terhesség és szoptatás alatt ennél picivel többet javasolnak, 180 és 200 mikrogramot. Tudva azt, hogy a legtöbb vitamin és nyomelem esetén alacsony a hatóságok által javasolt mennyiség, biztosak lehetünk abban, hogy ez a hivatalos jód mennyiség is nagyon kevés. Japánban vagy más óceánmenti országokban például lényegesen több jódot visznek be nap mint nap az emberek az ételeikkel. A kelpalgában vagy másik nevén a kombuban, amit sok helyen ugye fogyasztanak, 3000 mikrogram van 1 gramban. A másik sokat fogyasztott alga, a vakame, 1 gramjában 66 mikrogram jód van található, tehát ha valaki megeszik 100 gram vakame algát, 6600 mikrogram jódot visz be, ami az európai javasolt 150 mikrogramhoz képest 40-szer több. Rengeteg kutatás folyik, amely azt próbálja megállapítani, hogy akkor végül is mennyi az ideális jódmennyiség. Valószínűleg a tengerpart környékén élő emberek szervezete több jódot igényel, vagy több jóddal is könnyen megbirkózik, míg a szárazföld belsejében élőknek a szervezete elszokott a nagy mennyiségű jódtól. Ez még nem jelenti azt, hogy nincs szükségünk több jódra, vagy nem lehet hasznos számunkra is a jód, a több jód bevitele. Az bizonyos, hogy Japánban számos rákfajta lényegesen ritkábban fordul elő, mint más országokban, főként azok, amelyek a magas ösztrogén szinttel és a jóddal hozható összefüggésben. A jód készleteink nagy valószínűséggel alacsonyak, ha kevés tengeri ételt fogyasztunk, halakat, algákat, rákokat, mert elsősorban bennük van sok jód. A jódot ajánlott természetes forrásból pótolni, ne gyógyszerekkel vagy jódozott sóval, ne önmagában vigyük be a jódot, mert a jód hatékony működéséhez, hasznosulásához a testünkben szükség van a többi nyomelemre is, szelénre, cinkre, rézre. Éppen ezért a legjobb algákkal pótolni. Az algákban van a legtöbb jód, bennük ott van a többi nyomelem is, illetve egyéb más mikrotápanyagok, melyek segítik a jód felszívódását. A legjobb természetes jódforrás a kelpalga, ennek a szállított verzióját hívják ugye Japánban kombunak, itthon is lehet itt-ott kapni. Az Immunex algakomplex kelpalgát is tartalmaz, napi adagjában 180 mikrogram jódot található, és van benne spirulina, klorella, illetve litotamnium alga is, melyek további jódot, illetve nyomelemeket is, ugye rengeteg nyomelemet tartalmaznak. A jódot pótolhatjuk cseppek formájában is, erre talán a legjobb a lugololdat, mely jódot és káliumjodidot tartalmaz, a gyógyászatban ezt régen sokat használták. Ha nagyobb mennyiségű jódot akarunk bevinni, ne vigyük be belőle egyből sokat, fokozatosan emeljük a napi adagot napról napra. Először is a jód megtalálható nagyobb koncentrációban a nyálmirigyeinkben, azért mert erős baktériumellenes hatása van, tehát már ahogy bevesszük a szánkba az ételt, a nyálnak a benne lévő jód segítségével, tehát a nyál a benne lévő jód segítségével elkezdi elpusztítani a orokozókat, ezért is használják ugye a jódot tartalmazó betadint sebfertőtlenítésre. Tehát ha kellően magas a jód szint a testünkben, már a szánkban a rágás alatt meg tud semmisülni rengeteg vírus, baktérium és parazita, ami az elfogyasztott ételekben van. A második terület, ahol sok jód koncentrálódik, az a petefészek, illetve a mellek. A petefészekben a jódnak a fő szerepe az ösztrogén szint szabályozása, éppen ezért ösztrogén dominancia esetén hölgyeknek a jód lehet az egyik legnagyobb segítség a például az olyan ösztrogén dominanciával járó problémák esetén, mint a ciszták vagy a fibrocisztás emlőbetegség. Az ösztrogénnek jelentős hatása van a túlsúly, a súlyfeleslek kialakulására is, tehát ha fogyni szeretnénk, érdemes a jódra is gondolni, de itt még egyszer hangsúlyoznám, ne jódot tablettát szedjünk, ne olyan készítményt, ami csak jódot tartalmaz, vagy ne multivitaminnal vigyük be, mert ezek hatásai nem annyira jók, mint az algákban, vagy például a lugol oldatban lévő jódnak.
A harmadik terület, ahol hasznát vehetjük a jódnak, az az immunrendszer. Gyakori megbetegedések, immungyengeség esetén érdemes a jód pótlására is gondolni, legalább annyira fontos, mint a C-vitamin. A jódot az immunrendszerünk felhasználja a fertőzésekkel szembeni védekezéshez, illetve a méregtelenítési folyamatok során is. Fokozza a dendrikus sejtek termelődését, ezek olyan sejtek, amelyek összehangolják az immunvédelemben résztvevő egységeket, tehát úgymond olajozott tag lesz tőle az immunsejteknek a munkája, de szükséges a B-sejtek, fagociták, a természetes ölősejtek és a citokének működéséhez is. A jód hasznos lehet autoimmunbetegségek esetén is, csökkentheti egyes esetekben a tüneteket, érdemes vele egy próbát tenni. A következő az agy. Az agyunk egyes részei is sok jódot tartalmaznak, ezért is fontos, hogy a fejlődésben lévő gyerekek is kapjanak elegendő jódot, tehát ne csak a terhesség alatt az anyuka. A jódra szükség van a gyermek agyának megfelelő fejlődéséhez, már magzatkortól kezdődően befolyásolja az intellektualitást, a kognitív fejlődését, de a test növekedésére is hatással van. A jód hasznos lehet orr-melléküregekben felhalmozódott folyadéknak a felszabadításához, tehát például orr-melléküreg gyulladásra, vagy gyakori ordulás esetén is segítségül hívható. Ugye egyes allergiák is okoznak ordulást, meg lehet ilyenkor is próbálni a jódot a tünetek csökkentéséhez. A testünkben a teljes jódmennyiség 30%-a a pajzsmirigyben koncentrálódik, ebből is látszódik a kiemelt szerepe a pajzsmirigy működésében. A jód tehát kell a pajzsmirigy hormonok termelődéséhez, a T3 és a T4 pajzsmirigy hormonok neveiben a számok a bennük lévő jód molekulát jelölik. A pajzsmirigy funkciók gyengülését jelezheti a gyakori hideg kézlábérzet, a túlsúly a testünkben mindenhol és a fáradékonyság, tehát ha ezen problémáink vannak, érdemes a jódot is bevetni. A jód hatására csökkenhet az inzulin rezisztencia, tehát cukorbetegek is élvezhetik az előnyeit. Nagyon sok ember a prediabetes állapotában van, a rengeteg szénhidrát bevitelétől, így erős inzulin rezisztencia van jelen sokaknál. Tehát nem csak cukorbetegeknek érdemes emiatt a jódpótlásban gondolkodni. A nyolcadik terület, ahol élvezhetjük a jód pozitív hatásait, az az öregedésünk lassítása. Az öregedés hátterében alapvetően a szabadgyökök állnak, amelyek az ételek, a stressz vagy éppen a káros környezeti hatások következtében termelődnek nagy mennyiségben a szervezetünkben. A jód semlegesíti az olyan oxigén fajtákat, mint a szuperoxid anion és a hidrogénperoxid, melyek képesek ugye elpusztítani a sejtmembránokat és számos betegség okozói, illetve a sejtek öregedését gyorsítják ugye fel. És végezetül, de talán pont az egyik legjobb, legfontosabb érve amellett, hogy jódot pótoljunk, az a sugárzások, a nehézfémek méregtelenítése, kivezetése a szervezetünkből. Gondoljuk a több mint 600 atomerőműre, ami jelenleg is működik a Földön, a sok száz kísérleti atomrobbantásra, vagy az atomkatasztrófákra Csernobilban és ugye Fukushimában. Az atomenergia működése során nehézfémek kerülnek a levegőbe, melyek komoly károsító hatással bírnak. A jód az elsődleges nyomelem ezen nehézfémek eltávolításához a testünkből. De a jód nem csak ezen sugárzásokból származó káros vegyületek méregtelenítésére jó, felgyorsítja a bróm, a klór távozását is, melyek belekerülhetnek sok forrásból bekerülhetnek a testünkbe, például ott van a klórozott víz, a bróm pedig egyes vegyszerekben található meg. Ezen méregtelenítési folyamatok során jelentkezhetnek negatív tünetek a szervezetünkben, ilyenkor ne arra gondoljunk feltétlenül egyből, hogy jód allergiánk van, általában csak arról van szó, hogy a jód elkezdte kitakarítani a káros vegyületeket. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érint, akiket érdekelhet a téma. Ha vannak saját tapasztalataid a jódról, írd meg a hozzászólásokba, mert ezzel másoknak is segíthetsz. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!